Üdv mindenkinek! Arra kértek, hogy beszéljek egy kicsit az iskoláról, ahova járok. A Csikiről. Meg Aradról is egy picit, ahol a Csiki van. Jó, hát megpróbálom. Szóval, ez itt a Csiki. A Csiki Gergely Főgimnázium. Arad megye egyetlen magyar középiskolája. Mindjárt bemegyünk, de előbb szétnézünk egy kicsit a városban. Románia nyugati kapuja. Így szokták Aradot bemutatni. Több mint 150 ezeren laknak itt. Köztük én is. Arad sok régi épülettel büszkélkedik. A városházát 1877-ben avatták fel. Mi csikisek is többször voltunk már bent, például amikor testvériskolai küldöttségeket kísértünk a városban. Az evangélikus templom, amit az aradiak csak Vörös templomnak hívnak. 100 éve még előtte állt iskolánk névadójának, Csiki Gergely drámaírónak a szobra is. Arad egyik legszebb épülete, a Kultúrpalota, a Maros partján áll. A nagy termében koncertezett egykoron Bartók Béla, George Enescu, Richard Strauss. 1848-as ereke gyűjtemény is található benne. A Minoriták temploma. Itt gyülekezünk minden tanév elején a tanévkezdő ökumenikus misére. A belváros egyik legszebb pontja, az új színház épülete, s előtte a Szent Háromság szobor. 1874-ben a színház megnyitójára Ferenc József császár és király is ideutazott. Az Aradi Kamara Színház magyar nyelvű előadásait is megnézhetjük benne. És ami fontos, hosszú évek óta itt tartjuk a csikis szalagavatókat és az évvégi néptánc előadásokat, sőt, néhány éve már a gólyabálakat is. Megérkeztünk a Szabadságszoborhoz, a Megbékélés terére. Sűrűn megfordulunk itt, hiszen 2004 óta, amikor Zala György szobrát az új helyén felavatták, a március 15-i és október 6-i megemlékezések egyik stabil helyszíne ez a tér. Ott van, jól látszik a Csiki magas épülete. Itt vagyunk, megérkeztünk. A Csikiben több mint 550 diák nyüzsög, köztük én is. Az elégkészítő osztályosoktól a végzős 12-esekig minden korosztály van itt. Jól megférünk egymással. Egy nagyon rövid multidéző. Ezt nem lehet kikerülni. Az épületet 1923-ban építették fel közadakozásból az aradi magyar szülők. Így nézett ki akkor. 1948-ig aradi római katolikus főgimnáziumként működött, majd többször is változott a neve. 1990-ben alakult meg a Csiki Gergely Liceum, majd 2001-ben független, első 12. osztályos, magyar tannyelvű intézetté alakult át. Most pedig hajrá, járjuk körbe az iskolát! Aradi Zsigmond Petőfi domborműve és Dínyés László Kossuth domborműve
az első emeleti lépcsőfordulóban található. Itt szoktunk koszorúzni március 15-én. Iskolán kórusa is fellép ezen az ünnepen. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! Esik esők a égvára, Kossuth! Az első emeleten vagyunk, Csiky Gergely mellszobránál. Kocsis Rudolf, aradi képzőművész alkotása előtt gyűlünk össze december elején, a Csiky napon. Akkor adják át iskolánk legrangosabb elismerését, a Csiky díjat az arra érdemes tanulóknak. Neves tanárelődök emléktáblái és a korábbi évfolyamok tablói díszítik a folyosót. Most csönd van idekint, folynak az órák. Nézzük csak éppen, mi történik az én osztályomban. És vajon hogy telik az óra az elemistáknál? Például az első osztályosoknál. Utóbbi években sikerült felújítatni a különböző szaktermeket. Korszerű felszereléssel látták el a fizika, a kémia, a közgazdaság, a turizmus és az informatika laborokat. Az infolaborban nem csak a számítógépekről és a programozásról tanulunk. Televíziós szakemberek a fotózás és a videózás trükkjeire is rávezetnek. Számos fotó és kisfilm fesztiválon vettünk részt már eredményesen. A röplabda csapatunk idén megyei második helyezést ért el az iskolák közötti bajnokságon. Ugyanitt a tornateremben tartja edzéseit Arad és Románia egyik legismertebb mazsorek csoportja, a Mistrász, amelynek számos csikis diák is tagja. A 2010-ben átadott új épületszárnyban van a több ezer kötetes könyvtár. Irodalomórákat, könyvemutatókat is rendszeresen tartunk itt. Ha igazán sokakat érintő rendezvényre, ünnepségre kerül sor, akkor annak a helyszíne a díszterem. Arad neve szülöttéről, Tóth Árpád költőről nevezték el. Hú, itt tényleg sokszor gyűlünk össze. Például a karácsonyi műsorokon, amikor az általános iskolás diákok mutatják be a hangulatos műsorukat. A különböző vetélkedők, versenyek, díjkiosztása is itt zajlik. A Zrínyi Ilona matematika versenyen és annak március elejé díjkiosztóján Arad megye magyar általános iskolái képviseltetik magukat. A megye 8-os végzőseit évente meghívjuk egy nyílt napra. Ilyenkor bemutatjuk nekik az iskolát, a választható szakokat és az érdekes iskolai eseményeket. Majdnem 20 éve jelenik már meg az iskola diáklapja, a Csiky Csuki. A cikkeket diákok írják, és a lap tördelését is diák végzi. 2010. decemberében indult az iskola weblapja. Jelenleg több mint egy tucat diák dolgozik ennek folyamatos frissítésén. A weblapon adatokat, híreket találunk mindenről, ami az iskolai élettel összefügg. Az aradi kincskereső óvoda szintén iskolánkhoz tartozik. 50 gyermek játszik és tanul itt. Az iskola bent lakó diákai a kollégiumban laknak, étkeznek és tanulnak. Sok belföldi és külföldi látogató iskolai csoport is igénybe veszi a kollégium szolgáltatásait. És újra az udvaron állunk. Itt kezdjük és ugyanígy zárjuk is a tanévet. A tanévkezdő és tanévzáró ünnepségen, illetve a ballagáson nem csak a diákok és a tanárok gyűlnek össze, hanem sok-sok szülő, nagyszülő, hozzátartozó is ellátogat a Csikiben. A ballagás nem csak 12 tanulásos, felmérős, izgulós évvégét jelenti. Életünk egy nagyon fontos időszakát, a gyermek és kamaszkorunkat hagyjuk magunk mögött. Diákkorunk élményei, emlékei azonban később is hozzáfűznek, hozzákapcsolnak a Csikihez. A mi iskolánkhoz. A mi iskolánkhoz.